Kósa képviselő úr említette, hogy van az a helyzet egy ország életében, amikor vendégmunkásokra van szükség. De azt elfelejtette mondani, hogy ezt a helyzetet, ezt önök állították elő. És én ketté választanám a beszédemet. Egyrészt arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit jelen pillanatban meg lehet tenni, és meg kellene tenni azért, hogy a magyar munkavállalókat megvédjük, és mi az, amit önök tehetnének meg azonnal, és mi az, amit majd mi fogunk megtenni, mert láthatóan önök erre nem hajlandóak. Nem jó, hogy vendégmunkások jönnek Magyarországra. Több okból sem jó, de az egyik legfőbb ok az, hogy akkor versenyeztetni fogják a magyar munkavállalókat a vendégmunkásokkal. És egy példát mondanék, amiben már most versenyben állnak. Egy magyar munkavállalónak, mivel itt él, itt van családja, itt vannak gyerekei, ezért olyan problémái vannak, hogy bizony, hogy a gyerek belázasodik, beteg lesz, munkavállaló kiesik a munkából. Egy vendégmunkásnál ilyen probléma nincs. De versenyeznek abban is, hogy államtitkár úr említette, hogy nem lehet csak határozott idejű szerződéssel felvenni vendégmunkást. Igen, de mi van az elbocsájtásoknál? Az elbocsájtásoknál az van, hogy mivel egy határozatlan idejű magyar dolgozó olcsóbban lehet kirúgni, mint egy vendégmunkást, ezért ezt a munkáltatók meg is fogják tenni. És versenyeznek még sok más egyébben is, de ennek lenne megoldása. Az MSZP azt javasolta már többször, hogy Magyarországon vendégmunkást csak úgy lehessen foglalkoztatni, hogyha kollektív szerződés hatálya alá esik. Ennek ugye több előnye is van. Egyrészt a kollektív szerződés csak szakszervezetek köthetik, innentől kezdve azon a munkahelyen van szakszervezet, aki felügyel más egyéb dolgokat is mondjuk a munkabéren kívül, például a munkakörülményeket, például a munkavédelmi előírásokat, illetve nem állhat fent az a veszély, hogy különböző bérekért, különböző munkakörülmények között lehet foglalkoztatni magyar munkavállalókat. És azért szeretném azt kiemelni, hogy nekünk elsősorban azzal kell foglalkozni, hogy ezt a helyzetet hogy oldjuk meg, mert hogy ezek a vendégmunkások itt lesznek. Ahogy ön is említette, ezt a helyzetet önök előállították, nem is tesznek lépéseket arra, sajnos, hogy a jövőben is ezt megoldják, itt fognak maradni ezek a vendégmunkások, természetesen majd arról esetleg gondoskodni fognak, hogy lecserélődjenek, de hosszú távon én nem látom azokat a javaslatokat, azokat a intézkedéseket, ami arra szolgálna, hogy ne kelljen majd a jövőben vendégmunkás. És akkor mondom, hogy miért. Aki azt mondja, hogy ha holnap kormányváltás lenne, ő hazaküldené a vendégmunkásokat, az nincs tisztában a jelenlegi helyzettel. Ha ez történne, akkor komplett gyártósorokat kellene leállítani, és magyar munkahelyek kerülnének veszélybe. Ez azért van így, mert önök előállították azt a helyzetet, hogy a munkaerő tartalékot nem lehet sajnos munkába állítani rövid távon. És aki ismeri a magyar munkavilágát, aki ismeri a szakszervezetek világát, az tudja, hogy ez így van. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében van jelen pillanatban az októberi gyors jelentés szerint 226 ezer munkanélküli. A 40%-uknak csak általános iskolai végzettsége van. 226 ezer emberből 12 ezer pályakezdő munkanélküli. A 40%-uknak csak általános iskolai végzettsége van. Aki tisztában van a magyar munka világával, az tudja, hogy ennek a munkaerő tartaléknak egy jelentős része az jelen pillanatban sem fizikálisan, sem mentálisan nem alkalmas arra, hogy már a hónapra munkába állítsuk őket. Ha önök most meghoznák azokat az intézkedéseket, hogy holnaptól megháromszorozzák azoknak a szociális segítő munkásoknak a számát, akik segítenek ezeket az embereket munkába állítani, úgy, hogy szinte naponta 24 órában mentorálják őket, hogyha gyökeresen átalakítanánk a felnőtt képzést, a szakképzést, hogyha csinálnának egy olyan országos kompetencia mérést, amiből látják azt,
hogy tömegével kerülnek gyerekek a szakképzésbe úgy, hogy funkcionális analfabéták, és azt döntenék, hogy akkor holnaptól elkezdenek egy, de lehet, hogy 2 éves felzárkóztatási programot indítani, akkor körülbelül ez a munkaerő tartalék, amiről beszéltem, munkába állítható lenne. Én nem látom, hogy önöknek van erre terve, vagy egyáltalán szándéka. Azt látom, hogy önöknek az a terve, hogy ez a munkaerő tartalék majd valahogy eltengeti az életét, közmunkába, vagy feketén, vagy ki tudja, hogy. De ezeken az embereken önök nem akarnak segíteni. És ezzel a magyar dolgozókon sem akarnak segíteni, mert ez azt eredményezi, hogy mivel ez a munkaerő tartalék nem lesz munkába állítva, itt fognak maradni a vendégmunkások. Ezért én azt javasoltuk már többször, hogy most kössenek stratégiai partneri szerződést a magyar munkavállalókkal, a szakszervezetekkel. Tényleg üljenek már le velük is, és kérdezzék már meg őket, hogy az ő véleményük mi erről. Tudom, hogy önök számára ez nem fontos, mert sokak szemében a szakszervezetek ilyen kommunista csökevény. De nem így van. Uraim, a szakszervezetek, azok a munkavilágának az immunrendszere. Ők jelzik azt, hogy ott gond van és probléma van. És nem ellenségek. Partnerek lehetnének önöknek, ha önök azt szeretnék, hogy valóban segítsenek a magyar munkavállalókon, és ne az ázsiai nagytőkét szolgálják ki. És még van időm, ezért foglalkozok ezzel a törvényjavaslattal is, mert azzal többet lehetne foglalkozni, hogy mi mindent lehetne itt tenni, csak önökben erre nincs szándék láthatóan. Ugye a kormányzat azt ígéri, hogy az új szabályok elfogadásával vendégmunkásokat Magyarországon csak a legszigorúbb szabályok mellett lehet alkalmazni, és külföldi csak akkor végezhet Magyarországon munkát, ha annak elvégzésére magyarok nem vállalkoznak. Azonban, ha tüzetesebben tekintik át a törvényjavaslatot, akkor megállapítható, hogy olyan jóval bővebb, azonban érdemben csupán néhány pontban különbözik a Fidesz által tavasszal beadott és októberben még hatályba lépése előtt visszavont, illetve a jelenleg érvényben lévő szabályozástól. A törvényjavaslat benyújtásának inkább politikai célja lehet, mint szakmai. A korábbi és időközben hatályon kívül helyezett törvény a munkaerőkölcsönzők tevékenységét szabályozta volna. A jelenlegi törvényjavaslat egy jóval általánosabb szabályozást tartalmaz, a korábbi szabályozáshoz képest 2 komoly változás is észrevehető. Egyrészt, hogy a kormány határozza meg, hogy hány vendégmunkás jöhet évente Magyarországra, sőt azt is megmondják, hogy egy-egy országból nem jöhetnek többen, mint a teljes szám negyede. Másrészt, hogy a munkaadónak gondoskodnia kell a törvénytervezet alapján arról, hogy a vendégmunkás el is hagyja Magyarországot, amikor megszűnik a munkaviszonya. Abból a szabályból, hogy melyik országból hány fő vendégmunkás érkezhet Magyarországra, még komoly gondok adódnak, hiszen így baj lesz abból, hogy jelenleg Vietnámból és a Fülep-szigetekről érkeztek a legtöbben, az ő arányuk szinte biztosan magasabb, mint 25% az összes az országban dolgozó vendégmunkáshoz képest. Szakmai szempontok alapján a munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek nem látják indokoltnak az ilyen jellegű szabályozást. A javaslat alapján az sem világos, hogyan tudna azért érdemben tenni a munkáltató, hogy az általa alkalmazott vendégmunkás valóban el is hagyja az országot, amikor megszűnik a törvény által meghatározott idő, amit Magyarországon tölthet. A munkaadóknak erre eddig csupán fel kellett hívniuk a munkavállalók figyelmét, valamint bejelentési kötelezettsége volt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság felé. Az viszont nem világos, hogy most ki kell-e őket kísérniük például a repülőtérre, vagy meg kell-e győződniük arról, hogy megvette az a felé tartóró repülőgépre a jegyét. Vagy ha ezt meg kell tennie, akkor azt milyen jogalappal tenné meg? A korábbi szabályozásokhoz képest újdonság, hogy a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek egy úgynevezett foglalkoztatási díjat kell fizetni az állam felé. A javaslat szövegéből nem derül ki, mekkora összegről is van szó. Ha jelentős összegről lesz szó, akkor az meg fogja emelni a kölcsönzői szolgáltatási díjakat, a foglalkoztatási díj összegét a cégek be fogják építeni az áraikba, magyarán drágább lesz a vendégmunkások alkalmazása, mint eddig volt, és ezt magyar emberek fogják majd megfizetni.
Tisztelt képviselőtársaim, szólhattak volna szakmai érvek a tavasszal elfogadott törvény visszavonása mellett, valójában viszont sokkal valószínűbb, hogy a kormány politikai okokból döntött úgy, hogy szövegeiben durvítja, de tartalmában csak minimálisan szigorítja a törvényt. A legfontosabb különbség a tavasszal és a jelenlegi törvényjavaslat között nem annak szigorában, hanem jellegében van. Míg a tavaszi törvény alapvetően a vendégmunkásokra és a vendégmunkaerő kölcsönzésére koncentrált, addig a jelenlegi javaslat egy jóval átfogóbb tervezet egy az egyben szabályozza újra azt, ahogyan Magyarország a jövőben a harmadik országból érkezőkhöz viszonyulni fog. Ebben sincs radikális szigor, csak a felütés durva. A kormányzat a jogszabályok előzetes társadalmi egyeztetésre való bocsátását jelen törvényjavaslat tekintetében is sajátosan értelmezte. A társadalmi egyeztetést nem a törvényjavaslat benyújtása előtt bonyolította le a belügyminisztérium, hanem arra a parlament elé történő beterjesztésével egy időben biztosít lehetőséget. A törvényjavaslat parlament elé történő benyújtásának így a társadalmi egyeztetés kezdő időpontja 2023. november 14-e. A minisztérium a társadalmi vitát november 22-ig adott határidőt, azaz 9 nap áll a rendelkezésre, hogy például a szakmai szervezetek elmondhassák előzetes véleményüket, miközben zajlik a törvényjavaslat parlamenti vitája. Miközben a magyar társadalom még mindig nem kapott egyértelmű választ az alábbi fontos kérdésekre. Milyen új feladatokra számíthatnak a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok a kormányzati bejelentés szerinti 300 ezer hazai vendégmunkás megjelenésével? Milyen intézkedéseket tervez a munkaügyi és munkavédelmi kihívások kezelésére? Milyen új feladatokra számít a hazai üzemegészségügyi ellátás területén a kormányzati bejelentés szerinti több százezer főt jelentő hazai vendégmunkás megjelenésével? Miként tervezi megoldani annak a 300 ezer vendégmunkásnak a lakhatását, akik a kormányzati bejelentés szerint Magyarországon fognak munkába állni? Hogyan kívánnak véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy a társasház nyugalmát megzavarva jóval többen zsúfolódnak össze egy-egy lakásból, mint amennyi annak mérete indokol? Mit tervez a több százezer hazai vendégmunkás megjelenése során elszaporodó munkásszállók és tömegszállások számának drasztikus növekedése kapcsán? Hogyan készíti fel a kormány a hazai egészségügyi és szociális ellátó rendszert az érkező vendégmunkások egyre emelkedő számának kezelésére? Ezek azok a kérdések, amelyek jelen pillanatban feszítik a társadalmat, feszítenek minket, mert nem kapunk rá válaszokat. Önmagában ez a törvényjavaslat nem megoldás. A megoldásokra tettünk javaslatokat, amiket önök rendszeresen lesöpörnek az asztalról, ezért azért újra és újra elő fogunk jönni ezekkel a javaslatokkal, mert látjuk, hogy ez a vendégmunkás kérdés az önök jóvoltából még sok-sok éven keresztül itt marad velünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.